Szoktunk pár levelet, azt hiszem akkoriban, csak hogy így volt szó róla, hogy találkozunk a jözzbet, és aztán ugye mert lett akkor egy csomó nagyon, minden, igen, meg így nagyon friss volt. Volt még a gáig, és akkor ott én tudod, hogy olyankor mindig így jön valami. Persze mindig, amikor a legrosszabb, tehát hogy így hova, nem tudom én, akármi, tehát hogy akkor még ez ilyen tök is számíthatatlan egy ilyen kicsivel, tényleg. Tehát hogy te azt gondolod, hogy ez valahogy lesz, és egyben lehet, mondhatnám, hogy vannak tapasztalataim, de ez nem volna a teljes mértékig igaz. Ja, ez már lemezről megy. Igen. Jaj, de jó, annyira jó. Ezt hallottam az elején, de hát azt hittem, hogy... Figyelj, ezekkel a lemezekkel stretchelni azért... Jaj, hát ezekkel lehet a legjobban. Sydney bácsi. De hol szerzed be ezeket? Itt Magyarországon van valami? Mindenhol. Aha. Hát jó, csak mert jazzek azért annyira nem... De van minden. Nem tudom. Minden van. Kiadják újból. A Newport volt egy ilyen legendás jazzbolt. Hát most már mindenki forgalmaz minden. Kicsit átszínezlek. Az így jön. Én vagyok az autó. Ő kever, és akkor te meg itt keversz. Színezek. Színezd újra, színezd újra. Gyönyörű. Annyira szép, hogy ez előtt. Emléletileg mennének ilyen millogó dolgok, de nem tudom, hogy működik. Na, úgyhogy ez most így fog menni. From miles and around, I'll pick you up.
De hát most neked ad, ne mondjam. Tudod te, hogy hogy mennek ezek a dolgok. És akkor itt tulajdonképpen majdnem, hogy csak a fele van beledugva. De hát az adapter akkora áramot nem vesz fel, megégni nem fog. Csak hogyha belerúgnak, akkor kijön. Arra rátenni bármit is, ilyen magas keskeny székre, biztos, hogy nem. Nem tudom, mi mondták, hogy azért el ne pakoljak be, hogy lesz csömbben és állítólag. Ja. De lehet, hogy én is maradok a karvégét. Ez hányik? Fiatal még az idő. Fiatal ember. Ez megnyugtat, így kívülről nem látszik a változás. Hát annyi történt, hogy nincs meg a copkod, ami volt régen. De segítéről olyan volt, te csináltál. Mondjuk ma is lenne, ahogy nem, de nem lesz nem. Nem praktikus. A kopasz rasta. El csak útban lenne, beakadna mindenhol, amely. Ja, meg később egy kis évek. Hát attól függetlenül mondtad, hogy jó lenne, olomok már jöttetek. Van egy robotom, járva szoktam vele hosszabbítani. De hát a kukos is akkor lassra látszik ebben. Nekem is volt, de állandóan szar volt, úgyhogy váltottam biciklire. Megijedt tőle mindig a ló. Mentem föl ilyen erdei úton, mert csak ilyen közlekedési lehetőségek voltak. Akkor állandóan problémáztak a lovardások, hogy ott meg minden is. Kicsiklit meg nem védem fel, megálltam a hegyet, megfordulik, mert hogy arra lejt. Na most mondanám, hogy vegyél olyat, ami elektromos, de annyira drága, hogy ezt azért még arra még rá kell gyúrni. Ez nagyon régen vettem, ez egy malabuki, egy olasz robogó, Marelli-s motorral. És ez mennyivitő, te cseszi a dolgát. Csak nyáron használom, amikor 15 fokrál magasabban a hőmérsékletben, mert azt tudni kell, hogy régen én úgy jártam bele, hogy innen Lászlóba, Pestre középiskolába, fölültem a szinton reggel, és bementem vele. De tényleg nyárban mi van, a harmadik egyben? És
volt, úgyhogy úgy jöttem haza, hogy bőrnadrág, csörgyekét, minden anyám tudja, meg bőr, csizma, és én hazajöttem, elfogott a sarka, mert a húga, hogy jöttem haza, végig lemúlt a lábam. És én hazajöttem, elfogott a cipő sarka. Ezt most érzem. Most mivel jöttél? Autóval. Aha, aha. Margarita. És neked van autód? Nem, nincs. Mivel jársz? Gyalog. Gyalog? De nem lehet mindenhova gyalog menni. Hát tudom, hogy jár a metró, a vonat. Ja, ja. Nem mondod? Itt nem. A 90-es évek elején, amikor én csaportoltam, látja meg, volt itt kék rúfény az ötöve, kultúrális kávézó, és akkor én abban itt ilyen dolgosan csaportoltam meg, hogy kedvetlen. Volt itt nálunk fölötti a Vaszlavik gazember Sámán, Belorens Ulla Monika, és ő hozta a hangkalát, ha tudni kell, hogy ő most a piára, te nem kérsz egyet? Hát veszetek meg most, hát, de mikor? Nem. Addig még itt maradsz? Nem, ha én autót vezetek, én soha. Meg, azért nincsen fogam, mert megcsúsztam az útról. Nem én vezetek. Köszönjük szépen! Nem. Ah, köszönöm. El fog fogyni szerintem. Szóval én is valahol ott fesztettem el a fonalat, amikor te nem voltál benne, meg aztán már senki olyan. És ebben nagyon-nagyon sokan lecserélődtek. És ezzel nem segített az, hogy olyan sokan lettek, vagy nem tudom, más lett. Én kiszálltam 2002-ben, március 20-án volt az utolsó rám, ott befejeztem két szalakamát, akkor az én meg azonnal át tudta venni a Kálmi, tehát már ők rákészültek, hogy egyet kerültek. Hát akkor jött a Kálmán már zongorázni. Aztán utána egy évre rá kiszálltatom is, akkor jött a Zsolti, akkor is már Zsolti dobolt. Aztán a Zsolti elment, tehát váratom volt, mert ő egy amúgy is egy ilyen világlélek, és megy a maga dolgait. És aztán utána egy ilyen mindenféle, hirtelen lett egy csomó fúgós. Igen, az olyan
olyan, mintha ilyen űrpótló lenne, vagy nem tudom, nekem, tehát minél többen vannak, annál nem tudom, valahogy ez olyan fura, de igazából nem is ez, valahogy elvesztette azt a hangulatát, ami volt régen. Bennem is valami megtört, mert... De gondolom azért sajnálod. Figyelj, én nagyon sokan próbáltam mondani neked, figyeljetek, hiába vagyunk, de egy főskörület, egy mamut, az üregés. Tehát a lagány meg a 27 arka, nem tudja, hogy mit csinál az ormány és vissza. Mondom, ezt valahogy ennyi volt. És ezt meg kéne hozni, ráadásul kicsit el kéne nézni, hogy a világ hogy alakulnak. Mert mi ugye mi voltunk itt legelőször, úgy mondjuk, tehát mi voltunk a kintélő. De hát, bocsárba, beleszólom a mamutérjúzára, és kész. Csak majd menjenek ide. Menjünk külföldre. Próbáljuk meg, nézd, miért sok meg magunkat ott, hogy miért. Köszönöm, hogy rá 23. Mondjuk egyébként ez a zeneélgetés, ez amúgy is baromi nehéz dolog, hogy meg is éljetek belőle, meg szeressétek is. 2008-as válság előtti, nekünk úgy ment a buli, 250 bulink volt egy évben. Az annyi kettő minden hétvégén egyszer, legalább, de volt olyan hétvég, hogy háromszor voltunk. Sőt, volt olyan nap, hogy kétszer voltunk, tehát a Balaton körül. Aha. Elmentünk az egyik helyre, kölcsön felszerelésen, és a másik helyen már építették azt is, hogy mi már ezt este játszottunk. Nem tudtunk úgy, hogy délután egy ilyen matinét, de a buszba irányán gyorsan, és akkor már a saját kicsit le tudtunk így éneket. Akkor kurvára volt, hát nekem abból lett hátam. Fel tudtam újítani, csinálni, tetőteretnek, megemeltem, tetőteret, minden. Nekem abból van most ház, meg minden. Csak ugye jött utána ez a kihanyás, és akkor szépen az a pénz, az a gyűjtsük el, hogy az úgy ilyen vagyok, ezt beléltük. Aha. Volt egy jó 3-4 szűk esztendő, akkor tényleg az volt, hogy sajnálom, mert tényleg én nagyon-nagyon bírtam, rengeteget ott volt, meg az ilyen klub dolgokon mindig ott voltam. Meg aztán ez a fesztiválos táborfesztivál, szóval az is kicsit úgy átalakult, aztán mert én már ott úgy nem találtam meg. Ez is egy járvány. Akkor meg barátok voltam. Remélem, hogy ebből azért... Persze, majd meg... Kőszkép, már megiskola meg. Egyébként lehet. De azt nem én csinálom, hanem most már olyan a technológia, tudod, hogy egyből szívják ki az adatokat, meg minden. Csak most már árulok olyan titkokat, ti egy ilyen titkokat. Ja, igen, hát gondolom. Nem, egyébként én ezt senkinél nem kérdezgettem, meg direkt én szándékosan nem is kérdeztem ennek utána, mert... Nem tudok senkire, de hallottam vissza olyan falsz információkat, amiket én úgy döntöttem, hogy már pedig akivel én úgy gondolom, megfogottam vele, hogy mások tisztában szerint valóban mi történt. Mert úgy érzem, hogy ez velem szemben én nagyon ütórek voltam. Én annyival többet tettem, pakoltam bele ebben szakmai emberileg, hogy ez nem hiszem, hogy ezt érdemeltem. Meg ugye én teljesen kilóztam ebből a brigából, mert nem együttes iskolán. Tehát én utólag kerültem vele. És akkor hát annyira outsider voltam, hogy ez valami elképesztő, és ezt erősen éreztem. Hogy figyelj, te azért nincs a valami tagok egyik javány. És hiába a Miksa is külső, hiába a Bukuzor is később érkezett. Kik vannak a régi tagok közül? Van a Zoli, Miksa, Tibi. Meg a Pista. Meg a Pista, jó, a Pista, igen. Igen. És így vannak a kis régi tagok. Az összes többi más ember, az mindenki már
Jó, mondjuk a fúvósok azok mindig váltakoztak, nem volt sose, hogy olyan állandó valaki. Akkor ti ketten voltatok még, akik ilyen állandó tagok voltak. Igen. Akik úgy beletartoztak ebbe a... Na. Hopp. Lőnek is. 90 évben. Jaj, igen. Nézd meg, milyen billentyűzet. Az igazi billentyűzet? Miért van ráterítve? Ja, az tényleg, azon lehet látszani. Azt csak így lerakod, és akkor ilyen digitális cucc, és akkor nyomkorászol. Olyan, mint a biatot, hogy klaviatúra, ezért el a számítógép. Mikonnak beszarás. Te is nem is mész sose ilyen koncertre, vagy nem keresed őket, vagy így magánéletileg is ez így megsz... Amikor a 30-as szülinap volt, amit az akváriumban tartottak, aha, akkor arra elhívtak, hogy jöjjek el, és akkor tényleg egy-két számban egyébként kongázol, jó? Mondta Tibi. Jó, Tibi, kongázol. Én a végére kerültem, már munkáboztam, kongáztam, mire is ültem, meg minden azért, mert olyan mindig se jól számít, hogy a teremjátok be azt, ami benne volt akkor. Majd az ünnepek. Arra is, hogy leszelmezni járunk egy folytában. Ja. Holnap például a Balgok utára megyünk, úgy, hogy csak az énekes srác megy. Én hárdiszkről tolom be a zenei alapotnakot, azzal meg is keverem a mikrofonját. És akkor egy fél-félbe kezdtem. Fellépés. 50 volt. Persze, hogy megyek. Jó, azért csak ne vállalt túl magad. De az se jó senkinek, ha utána meg izé van. Na nem, fiatal voltam, mi kellett a fejét. Jó. Kaptál? Lecserélték neked a margaritát? Igen. De. Margaritára. De jól néz ki. Egy üveg whisky. Ugye?
Jól lesz ki. Nagyon eredeti. Hagyd abba. Hihetetlen, hogy ez is hangszer, de most már mik vannak, és csak így le. De ezt meg kell nyomni komolyan. Mondj egy számot, egy és száz között. 72. Hallgassuk meg, hogy ez a szám hogy szól. Ez a hangszer. Van ilyen, hoztam magam a sima csap. Nagyon megadom a módját, de nem nagyon szoktam ilyen ügyéket eljárni. Aha. Ez is az, nem? Egyébként, amit törben. Most ráragott a kezem, hogy megfogtam az el. Senior Coppola. Ismered? Persze. Nagy lemez, az megvehetetlen. Igen. Hogy kokain árban van, az egy dolog. Aha. De nincs. Nincs. Mert még a pénzed van sincs. Milyen boxikat lehet megvenni tőle? Jól csinálja, majd egyszer lesz, és ez is jó. Meg lesz az erre. Fuka ennek a lindája. Nem. Magyarok most adták ki 300 példány, mert ez sincs. Igen. Jó, jó, jó. Hatalmas jazz egyébként. Korai örömet ismered? Persze. Ezt, hogyha fölraknál, mindenki azt hinné, hogy az. Aha. És egy ilyen alulról építkező mostani kiadvány, ez még ez a Trotter Records ilyen punk zenéket adott ki 80-as aha. évektől. De ez egy ilyen pszichedelikus, hatalmas zene. Ez ilyen, mint a bebugna mély, nem? Igen, pedig semmi. Soha szoktál úgy játszani.
láttam, kertünk bárba szoktunk zenélni. Igen? Ez van ilyenkor is? Azért az... Ez egy nyugis hely. Teljesen. Szolidán kikolakom egy nehéz zenét, aztán fél óra múlva meg fogunk őrülni. Igaz? Meg egy finoman. Jazz House. És jazz house-ok jönnek mindjárt majd. Ez egy olyan gyullár. Ott a Bodrogi Gyula bácsi. Ez az a zene, ami akkor elbukott a kiadó, mint az állam. Igen. Olyan, a Kukányék akkor a szerzőjog díjat kértek, hogy nem a nullára nem jött ki a 300 darab lemez, hanem még ráfizetés is. Igen. Nagyon az a cucc. Ez borzalmas. Igen. Ezt nem tudom, még kell összehasználni. Igen. Van benne valami idegen számukra. Thank you.
tetted? Jól tetted? Most már nem biztos, hogy meg tudnám csinálni, de akkor vagy 10 fajtát. Az már barista. Tudod, ezek nekem a lat... Nekem az már barista. Én egyet? Ott nem kérdezt meg, azt nem tán egyet. A barista az az, aki tud a tetejére rajzolni ilyen... Aha. Ilyen dolgok. Ennek a tetejére tudok bármit rajzolni, nézd? Jó, ugye. Jó, hát... Akkor az már barista. Nem, én egyet tudok a teljes kávét reggel így, ekkora szemekkel tolni. Kösz. De a jó? Ilyen csíz szemem van, és úgy megcsinálom, mindig ugyanolyan. Mindig ugyanolyan. Na, az jó. Az jó. Anya, milyen kávét szeret? Neki leadnak hozzá ilyen karamelgeba, gelgelba. Jó.
Jaj, az a srác olyan ismerős nekem valahonnan adtam. Neked itt szintetizátor van? Old school. És már egy csomó ilyen kis kütyű, meg dobozka, meg mindenféle izé van. Az már benne van egy laptopban. Nekem nem kell ilyen. Ja, ja, ja. Kell játszani, van egy Monster keyboardom, ami be van állítva, hogy valamit föl kell játszani. Rá van kötve a számítógépre, és már minden abba megy. De amikor elég kurcsába az, hogy csinálsz egy country zenét úgy, hogy egy élő hangszert is vettem. Ja. Mert a gitár, a banjo, a minden, az minden gép. Mert ilyen sampling-el szintákból. Igen. Pedig az nem az a műfaj, az azért az... Olyan szélgitárt csináltam egy bácsinak, aki egy asztalon... Meg az alapot csináltam. A Kissnek az I was made for loving you baby alapjára. Megy az, hogy tényleg fölött, tényleg fölött, és megcsináltam úgy, hogy rá lehet énekelni, tehát az apodokat is ráforgattam. Egy-egyben szól a Kissnek a zéje, a groove-ja, végig viszi az egészet, és akkor még a gitár riffet is rá van a kúrjába, úgy, hogy... És azóta az a fazi, azzal jár, és valahol nem volt tűző elhagyni meg. Jó. Hány éves egyébként az ünnepelt? 40. 40? Tök jó tartom magam ahhoz képest, nem? Én meg különösen. Milyen jók ezek a... Ez a szupergyűrű. Ugye? Egyébként ezt a két fiam kaphattam. Tényleg? Erősen, a lányom a búcsúba lőtt nekem egy ilyen olyan gyűrűt, ami egy ilyen oroszlán vagy nem, hogy tigris kopat, hogy áh, és ezeket bemúzik, és ekkora. A lányom lőtt a búcsúba. Még vannak ilyen helyek? Emlékszem, ilyen nagyon komoly, nem tudom hány pálcás ilyen, ez a csontváza, meg az a parókás koponya, amik egy időben, 80-as években mindenki, igen, igen. Aki komolyabb ilyen műszaki beállítottságú volt, az ilyen ledet beleszerelt a szemébe, hogy világítson. Tudod, ilyen lapos elemről lehetett üzemeltetni. Micsoda idők voltak. Vannak még, úgyhogy... Nem az volt a baj, hogy a lányom úgy relatív, műszakilag egy fejlett valaki lehet, mert például elmentünk hokartozni, és ösztönösen még jobb sír sem volt semmi, ösztönösen olyan híveken autózott, hogy nem tudtad megelőzni. Mondta neki, és akkor mondják a telegetőjában, hogy te, le se szálltam tüzéről a gázról, a Péter Léhai várá pumpát, magyarok rejegyén, nem tudtad megelőzni. Itt is elment a búcsúba, megtalálta azt a pusztát, ami nem volt nagyon elállítva, és azt mondja, hogy kicsit elég kell húzni, és így töltek rá az egyben, hogy mennyire kell húzni, olyan is. Vannak még ilyenek, és szokták még így elpiszkelni, vagy így? Ajaj, így meg fogja így szavar fel. Igen. Utána, mint a lányom leszett a félszor, mivel hogy te voltál, hogy járvított. Az egyik szemed.
Nem, tehát hogy mondjam, én amúgy teljesen pártól független vagyok, semmilyen politikai dologban. Nem szólok bele, de nem is folyok bele semmibe. Rettenetes egy kislegogosság, igazságtalanság a szememet. Megértem az enyémet is, de... De tudom, mi a baj? Gondolkodtam rá, hogy kifagyják az egészet. 50 éves voltam akkor 5 évvel ezelőtt. Húzzuk már ide a francba. Önadjuk az egész Brexit-et, és elmegyünk valóban másokat. Köszönöm, hogy utána járni, aki a másokat is. Ott meg akkor nincsenek haverok, újra meg kell tanulni egy másik nyelvet, és a többi, és a többi. Az meg nem fáj. Igen. Mennyi van még nekem hátra? Anyám is tolán megvan, anyám gondolod, hogy azt tartja őket vissza, hogy... Nem ittak még eleget az a bar. De tényleg, lejjebb vette a fényt, mert be is indult a bar. Biztos van egy ilyen... Egy ilyen határ. Biztos, igen. Nem tudom, mert én másképp vagyok feloldva, úgyhogy... De tényleg, tehát, hogy te olyanokban akkor... Olyanokban, ha megyek, akkor Yeah.
a viki még simán csak ilyen lakóházak, mint ez a szokott, ezt nem ismertem. Csak azt sem mondja, hogy ez egy Eszterházi villa. What's up? Húha! 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 Emlékszem, egyszer lejöttünk a Józsival, de hogy a tanúsvényen fogunk aludni, aztán mindenhova kerültünk, ezt meg se találtuk. Körbe-körbe mentünk. Tényleg? Igen. Hogy nem kimehetünk, ha van kedvek? Hát, ha működik, vagy jó. Amikor legutoljára néztem, az nagyon ramacs, ramacs volt. Igen. Igen, mi csak itt köröztünk. Szóval nem biztos, hogy be tudunk felmenni, igen. Nagyon sugárgyi volt, de majd ezt meg. Aha. Kis darabát. Ezt gondolom a sétáló utca, ami... Hát nem, a sétáló utca az nézd. Onnan jöttünk, és az ott van velünk szemben. Ja, aha. Mert ez is nagyon olyannak tűnik. Igen, ez a főtér. Egyébként ez érdekes, ez a főtér koncepció. De itt egy ilyen, igen, itt egy volt egy ilyen, régen ilyen, azelőtt még egy ilyen, ilyen vasedény, meg ilyen villany izéket hárolt terem, és nagyon sok volt. Aha. Aztán így ez bekicsolt. Aztán itt egy ilyen. Mászóterem. Ja, hogy ez tér. Ez tér, akkor igen. Igazán... Na, azt akartam elmesélni, hogy ezt úgy tervezték át, hogy van az ERT-n, akkor illetve most már úgy hívják, hogy ember környezet tranzakció intézet, de akkor még csak simán környezetpszichológiai tanszék volt, és azok jöttek ki ide ilyen felmérést készíteni, hogy hogyan lehetne így ilyen emberbarát módon újra tervezni a teret. Aha. És akkor így ez egy ilyen kísérlet volt, ezt így pszichológusok tervezték. Aha. Több fa is eszükbe juthatott volna. Igen, mondjuk a város tervezés ez egy fontos dolog. Csak kérdés tényleg, hogy mi a cél. Mondjuk a Moszkva térnél a
az is egy érdekes koncepció, ami megvalósult, vagy ha az valósult meg, amit kiszállhattak, én nem tudom. Igen, ez is mindig kérdés. Itt konkrétan igen, mert ismerem, aki vezette akkor a kutatást. Aha. Tehát, hogy ott tudom, hogy itt ezt így valahogy ide túrták magukat, és akkor így keresztül is így jöttem. De jók ezek a házak pedig. Csak mondjuk nem passzol alá kimondottan ez a Tibi vegyes. ha még a bolt maga passzolhatna is csak. Menjél. Ez meg itt a... Hú, ez régen a rendőrség volt. Azelőtt meg egy olyan fogadó, ami a postának volt a része, még így több mint 100 évvel ezelőtt, és a felé tartozott egy olyan rész, ahol istállók voltak, és akkor lehetett új lovakat szerezni a postafutároknak. Ez komoly. Konkrétan így ez a rész, ami ez most a strand, de itt ez a mellette lévő részen ott voltak az istállók. Aha. Van strand is. Aha. Ezek meg a botolóra vágott. Ez hagyomány. Hát mondják elvileg, tehát akik ilyen fonál vagy kosár készítéssel foglalkoznak, hogy vannak ilyen egész öreg fűzfák, amik ilyen kimondott erre a célra használnak már nem tudom 100 éve, és még mindig köszönek, jól vannak, de mondjuk így, igen, egy kicsit más, hogy meg hogy rajta vannak ezek a gubacsok, ezek annyira nem hiszem, hogy azt jelentik, hogy jól érzi magát. Igen, de biztos, hogy köze van ahhoz, hogy állandóan ugyanott szétnyírják. Ezen a Konstantin kér, ami ugye a Szent Péter bazilika mintájára kívánták megépíteni, de aztán tök szobáltadók a kisegvesdek. Szerintem annyira jó történet, annyira mondja. De nem? Hát... Kisebb is nem is pont olyan, de így volt. El fogunk kanyarodni felénk, ha nem baj. Jó. Én nem tudom, én csak jövök. Jó. Meg közben csodálkozom rá a helyre. Ide jártam gimnáziumba, de ezt azóta így visszaadtak a katolikus egyháznak, és most az akordiumos főiskolán működik. Mit képeznek? Kit képeznek? Hát teljesen jó. Volt oktatási hivatalos, azelőtt meg minisztériumi ember, ez a Glovicki Zoltán, most a rektor. Glovicki? Aha, ő kereszténydemokrata politikus, azt hiszem. Ismerősen hangzik nekem ez a név. Még egy volt, hogy az állapotos.
Máriát festették meg. Igen? Igen, és akkor így állítólag, amikor így avatták a templomot, akkor le kellett takarni azt a freskót. Mert hogy az biológiai, vagy hogy igen, úgy, igen, túl profán, hogy... Igen, hogy, igen. Aha. Gondolom én. Bár mondjuk furcsának tartom, mert azért a sztori mindenki előtt ismertet, hogy... Hát igen, igen, igen. De igen. Igen, de hát állapotosan megfesteni, ez mégiscsak túlzás. Igen, abszolút egy. Aha, Karolina iskola. És tényleg voltak a pácák? Hát őket még így klasszik, azok tanították. Aha. Tehát akkor nem is volt világítani náluk. Elszembe a zeneiskola, és innét is ismerjük egymást a Leventével. Ja, hogy ő itt tanított valamit? Nem, kis... nem. Hát ide jártunk mind a kettő. Még ja, a hogy úgy. Aha. Én még javában, mert ő azért idősebb nálam 7 évvel, tehát ő akkor már így nagy aha. volt. Ezt pont beszéltem, hogy Böldi kevésbé emlékszik rá. Mert ugye akkor már nagyon nagy volt, én meg kicsi. Aha. És akkor így... Nyilván neki ilyen, mit tudom én, 18 évesen így, hogy mit tudom én, egy 11-12 éves gyerek azért. Nyilván nem... persze, hát akkor még sokkal nagyobbak a korszakadékok. Igen. Akkor még 1-2 év is számít általánosban. Igen, mert így mit tudom én is ott játszottam valahol, hát ez így annyira nem tűnt fel. Mondjuk az én hangszerem volt a legnagyobb, ugye? Mert min játszottál? Zongor. Ja, hogy úgy. Hát igen, azt így eltologatni. Igen, mert hogy azért az így fel szokott tűnni, hogyha van egy olyan is a színpadot. Igen. Nem, de ő mondjuk tényleg ez a zenebohóc kategória, hogy mindent ő csinált. Aha, igen. Csörgetett, nyomkodott, ütögetett. Nagyon, nagyon ügyi volt. Meg tényleg, amikor ők elszivárogtak, akkor úgy már nekem se volt kedvem. Aha. Az valami komolyabban a végét jelentette egy korszaknak, vagy nem tudom. Meg én arra emlékszem egyébként, az egyik ilyen vicces volt, hogy pont egy ilyen valami cementgyári fellépés volt. Rána meg így nagyon emlékszem, mert hogy ők akkor már ilyen nagyok voltak, és akkor hó, most akkor így bulizunk meg mindenekünk, ez ilyen 12 évesen, hogy ezekkel a nagyokkal. Ja, igen. Én csak így lestem. Mikor meg ilyen nagyon jó pofák voltak, nem ezt így elbúzkodtak. Igen. Igen, de már konkrétan nem tudom, csak így baromi sokat vicceltek, meg hogy így sokat rögtünk rajtuk, de már így, hát ez annyira régen volt. Hát. De esetleg ő volt az egyik, aki nem a testvérek, úgyhogy nem bennük megmarad. Hát igen. Változnátok egyébként ilyen, hogy van egy-két olyan hely, ahol így gyűlik tartnak, és egyébként meg ilyen 9 után, mint hogy ilyen szellem rakta valami. Ennek megvan a maga előnye is, mint hogy egyébként így a fiatalra, és borzasztó. Tényleg. Nyáron, de biztos van. Hát, nem nagyon. Meg hát mind a két helyen ment, most is látod a zőrjön. Meg is lepődtem. Nem nagyon jelent, de a másik helyet úgy kivezünk. És mi lett a Göncölházzal? Megvan még? De megvan, de ez is ilyen szellemház, mert hogy én szerintem csomó pénzt így is kaptak.
Igen. De nem tartanak benne semmit. De tényleg semmit. Tehát egy nyomorult szakkör, egy semmit, tehát ott nem történik semmi. Az így van. És akkor ez a házas pár, ez a kiszálljon most a cipben katanén, ők így ezt viszik. Akik, amikor egyszer ott behánytam, amikor lejöttünk ide a Józsival, és akkor valahogy ott kötöttünk ki, nem is tudom, hogy miért mentünk oda, azt hiszem te ajánlottad, hogy biztos, ott kicsit igen, főzöl igen. Valami. Ja igen, hogy valami tésztát. Igen. És megittam két ilyen barna sört, hogy mit, és hú, borzalmas. Fölkavarodott fel a gyomra, és telihánytam a mosogatót egyszer. És akkor ott kijöttek, hogy hát de mi van itt, meg izé, minek hoztad őket ide, nem tudom. Akkor ők azok, akik. Ők azok, igen. Na, tehát, hogy igen. Ők ott így vannak, és is. Aha. Igen. Ez megvan, igen. Rosszul volt. De érdekes, hogy nem is tudom, hogy miért, mert annyit azért nem ittunk ott. Csak nem volt jó hatás. Ez egyébként ez egy élő dolog, ez a várjon, mert ezt én mindig, ezbe úgy kételkedem, hogy ennek van. Figyelj, látom, muszáj, hogy rohadtul nem számítanak rá, hogy valamit. És tényleg egy szemben esetem belőle, hogy meg arra esetem másképp közöttetek. De ez is egy milyen régi ez a cuccik szemben. Képzeld el, ez a püspöki magtár. Aha, igen, ez a püspöki magtár volt. És ezért van ilyen színe, mert hogy előtt így letarolták kvázi zéróra a várost, amikor így a törököket kiverték innét, a szabójai meg az emberek. Aha. És ugyanazok, akik a Budában is, kb. Ugyanakkor, meg utána volt egy kis Pest is, és kis Pest. Minden esetre így olaszokat hívtuk, és azok Nápoly környékéről jöttek, akik ezt így építették. És akkor innét a színe is, hogy ők ezt így egy-egyben ilyesmi színe. Ez az eredeti színe? Hát most már felújították, de nyilván ez igen, volt, de hogy igen. Rekonstruált. Abszolút, még a 80-as években még az eredeti volt már. Meg fognak dögleni előbb, vagy utóbb. Igen. De inkább előbb. Szóval itt tényleg ez megy, és akkor ezért egy jobb az igen. És ez a vörös ház, amit igen, mondtál? Igen, vörös ház. Majd látni fogod, mert az a lakás, amiben él lakom, vagy házrész. Az is ennek a része volt, valószínűleg valamelyik lovásznak volt a lakrésze. Úgyhogy nekem is a fürdőszobában ilyen ablakon van, mint az itt fönt. De jó. Ilyen aha. Egy-két jó nem volt itt. 9 centi vastag a fal. Na ez a jó a lakásban. Jaj. Érdekes. És nem bánod a... Jó, mondjuk mondtad, hogy kényelmesebb, de hogy... Hát igen, az egyetlen jó, hogy ez egy tök nagy lakás volt, ez nem 60 négyzetméter. Tehát, hogy az a része az így fájdalmas, meg így a kert is nagyobb volt ott. Hát viszont így ez nekem nagyon praktikus, hogy ha mondjuk a vasútra akarok menni, ez így nép mondjuk egy 5-8 perc. Nézd, ott a vasútot megy. Aha. És itt egy kicsit egy elsétás ilyen az ember, akkor ez az állomás. Tehát annál jobb nekem, szia! Hello! Köszönöm! Vagy te maradsz, és akkor én sétálok, vagy fordítva. Gedi, ja, hogy csak el kell kísérni őt? Aha, igen. Hát maradj te, most nem kell fagyoskodja, akkor elmegyek vele, de... Az a kérdés, hogy visszatolod. Hát van nálam térkép. Ja? Jó. Hát jó. Én jelölöm a helyet. Itt vagyok. És akkor... De miért kell, mi fél? Hát 18 éves, ja. És én félek tőle, hogy így nem menjen egyedül. Ja, jó. És de messze lakik? Nem lakik messze. Nem, szerintem egy-két. Jó, sima. Fogalmam nincsen, hogy hol, de lehet, hogy itt a lámpa túloldalán, ha az, amire jó, én mondom, hogy én nem tudom. Tehát, és akkor... Remélem,
Ez azért elég menő. Biztonságos is. Ja, itt van egy ilyen törés. Szia. Elente, szia. És erre el. Ja, hogy ez magától nem csak. Mi, honnan jön a zene? Igen? Fausz? Igen, mert... Hát, nagyon jó, elég proli, majd ez mesel, ez én kintésem, vagy nagyon kintésem, mert nem tudom, hogy a arcok. Aha. Nekem most volt a szeregatom, és akkor az afterem az volt, aha. De
az még normális volt, mert csak az iskolából valók voltak menekül. De általában elég gáz szokott itt lenni, például amikor hazafelé jövök, akkor rendszeresen nem erre jövök, mikor közelebb lenne, hanem így arra megyek ott a városban. Aha. Olyan is már nem látszott, de most láttam, hogy azért elég sok helye van. Hogy nem itt laktál? Nográdon lakott. Igen, csak ide jöttem harmadikba iskolába, és azóta igazából itt tudtam fel. Versenyeznek a kocsival. Aha. És jobb itt, mint ott? Hát az a véleményem, hogy otthon Nógrádon felnőni volt a legeslegjobb egy gyereknek, kisgyereknek legjobb Nógrád, de most, hogy már így rendesen barátokkal aha. vagyok, meg eljárok helyekre, itt most sokkal jobb. Aha. Szóval... Több a lehetőség, vagy nagyobb a hely? Igen, mert közelebb van Pest, mert aha. itt azért minden van, itt a színház, aha. csomó hely, ahova be lehet ülni. És itt kell átmenni, és igazából itt is vagyok. Itt is vagy, nagyszerű. Barátos program, viszogatás, egy ilyesmi, akkor ide aha. tudunk jönni. Szuper. Nem tudom, nem, mert az a baj, hogy nem lehet kiszámítani, hogy mikor fognak itt ilyen gyorsulásos verseny. Nem át tudom menni. És ez milyen ijász volt? Igen. Meg most jöttük, hogy megkiszolgálatos rendjét. Igen, ez olyan nagy szám. 2022-ben. Igen. Igen. Meg itt is ez az általános iskola. Ez az általános iskola. Aha. Aha. Én meg ott lakom. Meg ott a piarista, ahova járok, a gimnázium. Aha. Vele szemben az Aporfó iskola. A mellett a Zövesüli, szóval minden. Igen, igen, ott eljöttünk az előbb. Meg volt. Mikor láttad a dómot? Hát igen, hát most így sötétbe. Uh-huh. Oh, yeah. Vaj. A dóm. Jól van. Hát akkor jó éjszakát. Hát jó éjszakát neked is, és köszönöm, hogy elkísérted. Nagyon szívesen. Szia. Veszélyes egyébként? Látsz. Hát... Amúgy nem. Nem annyira. Azért jobb a biztonság. Igen, na hello. Szia!